Live TV egy örök utazás számomra. A műsor folyam beszippant, és odaszög ez a képernyőre. A mai műsorunk pedig a Van életünk bizonygató című műsor, ami az édes élet öcsköse. Nekünk van életünk, mi nem vagyunk élettelenek. Mit kell bizonygatni ezt? Olyan műsort kéne csinálni, hogy van pénzünk. Nekem van pénzem. Ma azt érzem, hogy ma nagyon nagy jazzbugi lesz nálam. Lehet, hogy éleszik a Limbo Hinto. Ebben a műsorban is betekinthetünk a celebek roppant izgalmas hétköznapjaiba. Például olyan izgalmakat élhetünk át, mint hogy Christian pont a bekapcsolt kamerák előtt kezd el alva járni. Húzzál ajtót, hogy ne tudjon kijönni, mert kárt tesz magába! És ez az a műsor, ahol a Kuki beszorult a kerítésébe. Mozgás, ez nem ártalan a fogyukorat! Álljál! Abba megszorultál! Ajjajjajjajjaj, a Kuki beszorult a kerítésébe! Már is hívom a Cserbogárdis tűzoltóságot, pillanat! Halló, tűzoltóság? Jöjjenek azonnal! Ne a tűzhöz menjenek! Hát a Kuki beszorult a kerítésébe! Egy életmentő beavatkozásra lenne szüksége. Azonnal jöjjenek! Hát hozzák gyorsan a hidraulikus feszítővágó berendezést. Hidraulikus feszítővágó berendezés! Súlyos a kárese. Hárítsuk el. Nem túlzok, egy egész adás arról szól, hogy ott ezek ketten szerelik a kerítést. Magyarjuk onnan is. Csodálom az operatőrnek a hősies kitartását, hogy nem unta meg ezt a dolgot. Azt kellett volna látnunk, hogy operatőr leteszi a kamerát, ott hagyja bekapcsolva, azt hazamegy. De megállt ugyanúgy. Hát, akkor ezt le kell szedni a helyéről. Hogy? Én azt nem tudom, hogy ki az az ember, aki ezt képes nézni tévében. Aki azt mondja, hogy engem nagyon érdekel most, hogy hogyan költözik a Kuki. Hát mindjárt oda kapcsolok a Van életünk című műsorra. Ugye mi itt van, az nem kell nekünk, vagy pedig nekem. Olyan jól megy ennek a Kukinak, hogy pár műanyag pakolásához is két embert odahív. Hát azt beszéltük, hogy együtt fogunk romtalanítani, Krisztián. A csajt is be lehetett volna állítani harmadiknak romtalanítani. A romokat el kell tüntetni. Romtalanítani kell. Romtalanítani. De nem csak ilyen kerítésszaggató, romtalanító kalandokat élhetünk át. Nézzük, milyen izgalmak vannak a másik szálon. Mi a van a s***embe? Még egy brajtól bírta. Ez szúrta eddig a fenekemet. Na. Miért tette be az evőeszközök közé a bilétát a nadrágról? Na. Krisztián annyira ideges a közelgő klip forgatástól, hogy rájön a fosás, és kiküldi a csaját a lakásból, hogy ne hallja, hogy hogyan szarik. Menj már kifelé, légy szíves! Honnan? Be***ok, azért! Ó, és most hova menjek? Csak menj ki, mert ne idegesít, hogy nem itt vagy. Nem fogok kínálni. De, menj ki. A kabátomat ki kell vennem. Hogyha ideges vagyok, és akkor néha akkor sűrűben járok a toaletre. Ki küldi az egész lakásból, csak mert szarnia kell? De nem tudja, hogy nyitott ajtóval kell kulelni? Hadd hallja a csaj. Ezzel érvényesíted egy kapcsolaton belül a dominanciát. Menj már kifelé, légy szíves. Honnan? Be***ok, azért! Mindjárt mondjad. Ne gyerünk, mert szarnom kell, jó? Ezt a fontos életeseményt örülök, hogy megörökítettük. Esetleg ebből lehetne egy licencet csinálni, és eladni más országoknak tévéműsornak. Krisztián előadja csehszlovákul is, mondjuk például, hogy takový náš poklad prostě, to by se mělo zanést do UNESCO. Já jsem furt nevěděl proč. Az lenne a címe, hogy van fosunk. Van fosunk. Csináltam egy csúnya dolgot. Mi? Tedd mondani. Bekakilta. Rezek, fingik, büfög, mindent csinál ez. Aha. Ajaj. Hát ennél még a TikTok is szórakoztató. Nézzük is meg inkább, hogy mi van a TikTokon. Jó van, ott egy fokkal jobb a hangulat, ahogy látom. Bélánál még mindig karácsonyi parti van. Össze kéne hozni őket a Margó nénivel. Jaj, de szép a karácsonyfa, ragyog rajta a szoggyátya. Itt egy szép könyv, ott egy labda, majd a szép a karácsonyfa. Kerítés, hogy áll, srácok? Hát ez a kerék, ez nem pörög. Most nem lenne ez, hogyha nekik is futotta volna márkás Louis Vuitton kerítésre. Az nem megy tönkre soha. De nézzük is, milyen drámák történnek a Gáspár család viakolórián. Júj, ne! Mi, eladjuk a garázst? Mi van? Nem kell, hát nem a tűt! Ó, hát ez nem jön fel a viakolóról, mit csinálta a virág? Nem tudtam. Jaj, ez a virág a szemünk láttára cserepedett fel. Mondjuk nem sokat változott azóta, amióta felporszívozta a hörcsögöt.
Mi csinálta? Hol van a hörcsök belőle? Be kellett volna vágni olyan hangot, hogy... Hol van a hörcsök belőle? 2000. Mennyi ma magadnak odaja? Olyan hisztit levakszinak, mint a kint szopos baba. Ez a virág, ez egy kész nő lett a Győzike show óta. Bepalizott, és az új paliát egyből be is állították dolgozni a családi vállalkozásba. Régóta ez a vágyam. Nekem volt is mindig motorom. Ebben a családban nincs lazsálás. Dolgozni kell, csinálni kell a műsort. Nem lopjuk a napot. Egyszer élek, jó idő van nyáron, én veszek egy motrot. Meghallották a castingon ezt a motrot, azt mondják, föl van véve a műsorba, jöhet. Tökéletes lesz a szuterán meg a romtalanítás közé. Motrot szeretnék vásárolni. Romtalanítani. Szuteránnak kell lenni. Igen, tudok segíteni. Motrot szeretnék vásárolni mindenképp. Ráadásul ez csak egy személyes. Hogyan fogja egy furikázni a virágot a kozmetikushoz? Hát a Dunából halászon ki egy lájmot, az jó az, mi a baj azzal? Azzal furikázhatja a virágot a Bobba. Aztán nem tetszik a virágnak a lájm, kereshet másik palit. Ez nem lenne jó nekem, virág? Nem tudja. De az élelmes szülők gyanút fognak, és utánok mennek. Mit csináltok Széchenybe, kicsim? Anyuval jöttünk vásárolni. Jó van, jó van. Vegyetek ma is zétpapírt tőlük, mert elfogyott. Meg WC-papírt. Meg WC-papírt vegyetek, jó, Krisztián? Vegyetek slozipapírt, mert a Pákóban megint összefosta magát. Folyamatosan szarik az injekciótól. Jött a fosás! És a Krisztiánnak is hozzatok. Néha rám jön a hasmas. Megittem a kakaót. Hú, megindult, hú, mondom, akit rohanni kell a kurva életbe. De alig van ideje kipróbálni a kisboltban a motrot, rajta kapják őket a geolokációs szülők. Jó napot! Jó napot! Hello! Jó napot! Még jó, hogy van lokátor alkalmazásom. De jó, hogy tudjuk, hogy hol vannak a forgatások. Add ide a kocsi kulcsot! Nem adom, inkább kidobom, akkor se adom. Add ide! Elmentem külföldre! Tényleg csekkoljuk le Krisztiánt, merre jár. Krisztián! Merre kóbászolsz? Jó van, ügyesen, kamerára vigyázzál, nehogy neki mennyi. Akarok még egy pár egzotikus műtétet magamon. Mi? Nőként akarsz hazajönni? Akkor akarok ilyen szép szemeket, ilyen húzottak. A limbohintóra kéne műtetni a magát. Ő lenne az első élő limbohintó. Lehet, hogy éleszik a limbohintó. Veszek önnek csecsebecsét, limbo, limbo, limbo láz, de csak ha megfoghatom a csecsét. Limbo, limbo, limbo lesz. Egy, két, há! I'm sexy, bacsumát, négy, öt, hat! Na nyaljad az acsimát! Lehet, hogy éleszik a limbo hintó. Franco, Janko! Most pedig fussatok a like gombhoz, mert anya szólt, hogy kész a töltött káposzta. Most gyorsan futok, mert anya üzent, hogy kész van a töltött káposzta. Keci. Video. Yeah.